törvény előírásainak megfelelően rendezték be a Tolnai Gimnáziumban azt a 9 osztálytermet, ahol az írásbeli érettségig zajlanak majd. A vizsgázó 2 osztály tanulóit külön bejáraton engedik majd be az intézménybe. 6-7 főnél többen nem lesznek, akinek pedig esetleg olyan, olyan betegsége van, vagy olyan, azt kéri, az külön fog egy teremben ülni, és úgy vizsgázhat a többiektől elkülönítve, természetesen felügyelő tanárral. A második Géza gimnáziumban Bátaszéken a város vezetése által kapott szájmaszkokban érettségizhetnek majd a gyerekek. Simegi József igazgató azt mondta, minden előkészítés és fertőtlenítés megtörtént, annak érdekében, hogy biztonságos körülmények között folyhasson az érettségi. 5 teremben fogunk érettségiztetni, ez azt jelenti, hogy egy teremben 5 diák fog ülni, tehát így bőven 2 méternél is több távolság lesz közöttük. Szájmaszkokat használunk, illetve úgy osztottuk, vagy úgy beszéltük meg most a takarítókkal is, hogy ahogyan például a WC-re kimennek, mindenki után fertőtlenítve lesznek a mosdók is. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban bár voltak tervek arra, hogy a 2500 négyzetméteres sportcsarnok adjon helyet a vizsgáknak, mégis a termekben történő érettségi mellett döntöttek. Kifejezetten itt az egészség megóvása érdekében a védőfelszerelések kiosztása, amit ugye egyébként nem kötelező a diákoknak hordani, de a lehetőséget megadjuk. Annyival nehezebb, hogy ugye több termet igényel. Fertőtlenítették és takarították a Szekszárdi Garai János Gimnázium több mint 20 osztálytermét. Magyarból és történelemből több mint 100 diák fog érettségizni az intézményben. 9 fővizsgázó is diák és egy felügyelő tanár lesz egy osztályteremben. Az intézmény vezetősége mindent megtesz annak érdekében, hogy ne alakuljanak ki csoportosulások. Az intézményben való bejutás és az onnan való kijutás az, ami csoportosulásra adhat okot, és erre oda kell figyelnünk. Így 2 helyről lehet majd megközelíteni az intézményt, 2 kapubejáraton keresztül, ahol ott lesznek a kollégák, és mindjárt fertőtlenítőszert, illetve maszkot adnak a diákoknak. Az érettségi vizsgák hétfőn reggel 9 órakor egységesen, országosan a magyar tételek kihirdetésével veszik kezdetüket.